Köszöntöm Önöket, a Pannon TV híradóját látják. Ma január 16-a Gusztáv és Karád napja van. 168 éve született Mikszáth Kálmán író. 1920-ban bevezették a szesztilalmat az Amerikai Egyesült Államokban. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Már csak alig 200-an élnek egyházas kéren. Újra bajban van Szerbiában az, aki svájci frank alapú hitelt vett fel. 35 ezer tonna rossz minőségű húst importáltak Szerbiába 2014-ben. Képzőművészeti kiállítás nyílt csütörtök este a Magyar Ház dísztermében. Már csak alig 200-an élnek egyházas kéren. A települést az elnéptelenedés veszélye fenyegeti. Nincs munka, így jövő sincs, mondják az ott maradtak. A román határ mellett fekvő bánáti település híres a fokhagyma termesztésről. A fiatalokat azonban úgy tűnik, már semmi sem marasztalja. 1400-ból lett 800. Aztán a sors szépen lassan úgy hozta, hogy ebből mára már csak 190 maradt. Egyházas kér lakossága alig 60 év alatt tizedelődött meg. Ez az utca is elnéptelenedett. Eddig volt 21 ház, ami le van bontva. Elakszunk 102-en, most meg 3-an lakunk. Az idősebbek azonban kitartóak. Nem is kívánok elmenni, se faluba, se városba. Itt én meg vagyok szokva, én itt szeretek. Óvoda nem működik a településen, a helyi általános iskolában egyelőre van tanítás. Itt okosodik az összes egyházas kéri alsós diák. Az összes, vagyis mind a négy. Vannak a tó, folyó, patak, mocsár. Kicsit nem szeretem az angolt, meg a szerbet, de attól szeretek iskolába járni, olvasni, számolni, stb. Úton útvélen összedőlt házak csúfítják a települést. Egyházaskér központjában vagyunk, itt található a falu egyik vegyes kereskedése, a posta, az egészségház és a helyi közösség épülete is, de még a település legszűkebb központjában is elhagyott házakkal találkozunk. Már 1000 euróért is lehet itt lakóházat venni, sőt, termőföldet is adnak vele, csak vigye valaki. Termőföld pedig kell annak, aki egyházaskéren szeretne élni. Itt ugyanis mindenki fokhagyma termesztésből él. Ki kell választani a legszebbit, akkor kell vigyázni, hogy kemény legyen, hogy ne menjen szét. Egy egyesületet is létrehoztak. Céljuk, hogy az egyházaskéri fokhagyma védjeggyé váljon. Emellett szeretnének összefogni a többi vajdasági termelővel is. Tudjuk, a ludasiak őszit termelnek, mi tavaszit, tehát egyeztetve és összefogva az erőinket, remélhetőleg az állam fele is, vagy valami nagykereskedelmi vállalatok fele is talán nagyobb sikereket tudnánk elérni. A közösségi életre egyáltalán nem lehet panasz a faluban. Te a délutánok minden vasárnap. Vagy mik megyünk, vagy fogadunk. A férfiak pedig vadásznak. És mi szeretnénk ezeket a területeket, mint hogy lássák, ott az a magosles és ez a szélkút. Itt van olyan 30 hektáros terület, amit arra a részre lehetne fordítani, hogy befásítani. Egyházas kérem, mint egy 60 nyugdíjas és alig egy tucat bejelentett munkás él. Az elköltözött gyerekek csak látogatóba járnak haza. Hogy meddig lesz még olyan ház a faluban, ahol ajtót nyitnak az arra járónak, csak a sors tudja. Újra bajban van Szerbiában is az, aki svájci frank alapú hitelt vett fel. Egy nap leforgása alatt 15%-kal emelkedett a kölcsön törlesztő részlete. Ennek oka, hogy a Svájci Nemzeti Bank váratlanul törölte az ország valutájának az euróval szembeni árfolyam küszöbét. Az euró-dollárral szembeni gyengülése tovább gyengítette a svájci frankot, így az Alpesi Ország Központi Bankjának illetékesei nem tartották indokoltnak az árfolyam küszöb fenntartását. Az unió közös valutájának árfolyama 2012 óta folyamatosan az 1,2 frankos szint körül mozgott, de a csütörtöki bejelentés után 0,917 ezredre zuhant az árfolyama. A svájci pénznem erősödése negatív hatással lesz mindazokra Szerbiában, akik frank alapú hitelt vettek fel. Több bankba jártunk, voltunk, körülnéztünk, és akkor ez tűnt akkor legjobbnak. Tehát valójában még régebbi időkre visszamenőleg úgy döntöttem, hogy a svájci frank mindig stabil volt, mondom, akkor itt nem lesz nagy oszcilláció, ebbe belemegyünk, jó volt a hitelföltétel,
valójában nem sokkal volt több az euróba annak idején, meg ugye jó volt az árfolyam. És akkor így döntöttünk a feleségemmel, hogy ezt az alapot is 20 évre. Ferencék már a 2007-es törlesztő részlet dupláját fizetik. A svájci frank erősödése miatt arra számítanak, még többet kell kivenniük a családi kasszából. Valójában 2-3 hónapot volt az ami a szerződés alapján volt, az a 14.900 dináros, és utána csak fokozatosan nőtt fő. Úgyhogy 2008-ra már majdnem 17.800 volt, most már majdnem 24.000 dinár. És a tegnapi események óta még egy 5000-re várjuk, hogy nagyobb legyen. Szerbiában a svájci frank alapú hitelek nagy részét lakásépítésre, illetve ingatlanvásárlásra vették fel a lakosok a 2000-es évek közepén. A Szerbiai Nemzeti Bank már akkor figyelmeztette a lakosokat, hogy a frank néhány éven belül jelentősen megerősödhet. Hiába alacsony a kamat, a svájci frank 15-20 évente nagyokat ugrik. Hát sajnos most 2008 óta ez már második nagyobb ugrása, nem az első, és Szerbiában egy példát, az egyik elemző, egyik újságból vettem egy példát, és egy kicsit megnéztem azt a példát, hogy hogy néz ki. Ha mondjuk 2008-ban 70.000 svájci frankot vett fel valaki, és 25 évre 4,5%-os kamat mellett, mind ahogy körülbelül mennek a különféle házépítési vagy lakásvásárlási hitelek, körülbelül 400 frankos a havi részlet, törlesztő részlete. Az tegnap még 40.000 dinárt fizetett, vagy 40.400 dinárt egy középárfolyamon, ma már 48.000 dinárt fog fizetni. A közgazdászok véleménye szerint azoknak, akik eddig nem váltottak euró alapú hitelre, most érdemes várniuk, hogy némileg normalizálódjon az árfolyam. Azonban mielőtt váltanának, mindenképpen mérjék fel a lehetőségeket, és kérjenek tanácsot pénzintézetüktől. 35.000 tonna rossz minőségű húst importáltak Szerbiába 2014-ben. Az ország egyes feldolgozói a legsilányabb minőségű húsiparból származó hulladékokat vásárolták fel. Olyan harmadik kategóriába sorolt húsról van szó, amely még fogyasztható, de minősége miatt az EU országaiban már hulladéknak számít. Ilyen például a nyak, hát, far, szárnyvégek, disznózsír és a belsőségek. Ezeket leggyakrabban Belgiumból, Spanyolországból, Németországból, Magyarországról és Szlovéniából szállítják Szerbiába. Az ilyen rossz minőségű hús csak szigorú ellenőrzés és hőkezelés után kerülhet forgalomba, viszont Szerbiában jelenleg nincs anyagi fedezete a szigorúbb minőség ellenőrzésnek. Megadta magát az a férfi, aki Párizs egyik elővárosában egy meghiúsult postarablás után túszokat ejtett. A francia lapértesülések szerint egy automata fegyverrel és robbanóanyaggal felfegyverzett férfi több embert tartott fogva a postaépületében. A múlt heti terrorcselekmények tükrében a francia rendőrség nagy erőkkel és egy helikopterrel vonult ki a helyszínre. Egyelőre semmi jel nem utal arra, hogy az incidens kapcsolatba hozható terrorista cselekményekkel. Ketten haltak meg tegnap egy kelet-belgiumi városban a hatóságok terrorellenes akciója során. 13 személyt tartóztattak le. A Párizsihoz hasonló támadásokat tervezhettek Brüsszelben, vélik a terrorellenes erők képviselői. Brüsszelben csütörtökön csaptak le egy terrorista gyanús csoportra a rendőrök. Telefonbeszélgetések lehallgatásából derült ki, hogy a terroristák a párizsi támadásokhoz hasonló akciót terveznek a belga fővárosban. A csoport tagjai közül többen harcoltak a szíriai polgárháborúban, és azért csütörtökön csaptak le rájuk, mert a rendőrök információi szerint a terroristák is ezen a napon támadtak volna. A belga hatóságok már a reggeli órákban őrizetbe vettek két embert, valószínűsíthetően ezzel az üggyel összefüggésben. A belga rendőrség különleges egységei 10 antiterrorista műveletet végeztek az országban csütörtökön este. A kelet-belgiumi Verviében végrehajtott razziában ketten haltak meg, és egy gyanúsított pedig súlyosan megsebesült. A gyanúsítottak tüzet nyitottak a rendőrökre, és néhány perces tűzharc bontakozott ki. Helyek szerint lövéseket és robbanásokat lehetett hallani a városközpontban. A készültségi szintet a 4-es skálán 3-asra emelték Belgiumban. Letartóztatták azt a felfegyverzett férfit is, aki délután azt kiabálta a brüsszeli metrón, hogy Allah Akbar,
és mindenféle más vallási kifejezést franciául és arabul. Verviében késő este is rendőrök őriztek két további helyszínt. Az első házban 4 kalasnyikovot és robbanóanyag készítéséhez szükséges anyagokat találtak, ezen kívül rendőrruhákat is. A talált bizonyítékok és a lehallgatott telefonbeszélgetések alapján a hatóságok azt gyanítják, hogy a terroristák rendőröket akartak megtámadni. Nem hivatalos források szerint a nyomozás már a párizsi merényletek előtt 2 hete megkezdődött a mostani gyanúsítottak ellen. Belga hírügynökségi információk szerint azonban a Párizsban múlt héten egy rendőrnőt megölő, majd egy kóser boltban túszakat ejtő, a rendőrségi akcióban megölt Amedi Koulibalyhoz köthető csoporttal alakulhatott ki tűzharc Verviében. A német fővárosban is lecsaptak a terrorellenes alakulatok. A berlini rendőrség egy kiterjedt terrorellenes akcióban péntek reggel 2 embert vett őrizetbe, akik az Iszlám Állam dzsihadista szervezetnek toboroztak Németországban. Az ügyészség és a rendőrség hivatalosan azzal gyanúsítja a 41 és 43 éves férfit és 3 további embert, hogy súlyos államellenes bűncselekmény elkövetését készítették elő Szíriában. Azt nem feltételezik a hatóságok, hogy az illetők Európában akartak volna támadásokat végrehajtani. A német hírszerzés becslése szerint az elmúlt időszakban legalább 550 ember utazott Németországból Szíriába, és 180-an közülük már hazatértek, sokuk ellen büntető jogi eljárás folyik. A francia rendőrök elfogtak 12 embert, akik a gyanú szerint segítették a Párizsban gyilkoló terroristákat. Az éjszaka kihallgatták őket, ügyészségi források szerint a fegyverek beszerzésében lehetett szerepük. A múlt héten Said és Sherif Kouachi 12 embert gyilkolt meg a Charlie Hebdo című szatirikus lap szerkesztőségénél. Amedi Koulibaly megölt egy rendőrnőt, később egy kóserboltban ejtett túszokat, itt 4-en haltak meg, köztük a támadó. A Kouachi fivéreket egy nyomdában ölték meg a kommandósok. A Charlie Hebdo elleni támadást a jemeni Al-Qaida egyik vezetője vállalta magára egy az internetre feltöltött 11 perces üzenetben. Az Európai Unió tagállamainak összefogásával lehet megfékezni a világszerte egyre terjedő terrorizmust. Az információcsere kulcsfontosságú, nyilatkozta Federica Mogherini. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint az együttműködés és a fontos információk megosztása nélkülözhetetlen, ugyanis eddig az volt jellemző, hogy a bizalmas adatokat nem szívesen adták ki egymásnak a tagállamok. Mogherini kiemelte, a párizsi terrortámadások hatalmas felelősséget tettek az EU vállára. Amellett, hogy le kell tartóztatni a szélsőségeseket, meg kell győzni az embereket arról, hogy a gyanúsítottak nem az iszlám vallás értékrendjét követik, hanem magukra, a muszlimokra is veszélyt jelentenek, véli a főképviselő. We need to work with this, the countries that are in majority Muslim countries, not only in North Africa and in the Middle East, but also in Africa or in Asia, to develop measures to protect them as well. From terrorism, because it's not really an attack of Islam against the West and the reaction of the West against Islam, but it's a misuse of the Muslim religion against even Muslim people, you know. So we will need to not only act immediately on the security level, but also to develop new thinking, new way of thinking and approaching. François Hollande francia államfő és John Kerry amerikai külügyminiszter megállapodtak abban, hogy a két ország közösen keresi a szükséges válaszokat a múlt heti párizsi terrortámadásokat követően. Az Egyesült Államok diplomáciai vezetője franciaországi látogatásán az amerikai nép őszinte együttérzését fejezte ki vendéglátójának, valamint elmondta azon megállapítását, hogy a franciák nagyon elegánsan és tehetségesen kezelték az eseményeket, a francia nép pedig az egység szellemében fogott össze. John Kerry és a francia külügyminiszter délelőtt közösen emlékezett meg a párizsi kóserboltnál és a szatirikus hetilap szerkesztőségénél is. Kerry egy harmadik csokrot is elhelyezett ott, ahol a két merénylő menekülés közben hidegvérrel megölt egy rendőrt. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Véget ért a ludasi kártyabajnokság. 3 kontinens 19 országából érkeztek női ökölvívók Szabadkára.
Szerbiában elkészültek az érettségi feladatsor gyűjtemények a nyolcadikosok számára. Hétfőtől megvásárolhatóak lesznek az iskolákban és a könyvkereskedésekben. Az anyanyelvi 270, a matematikai 170, a kombinált feladatgyűjtemény 160 dinárba kerül. A feladatsorokat 7 nemzeti közösség nyelvére fordították le, többek között magyarra is. A könyvek 450 alap, közép és haladó szintű feladatot tartalmaznak. A kiadvány utolsó oldalain megtalálhatóak a feladatok megoldásai, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok egyedül készüljenek a vizsgára. Megbeszélést tartott Szabadka polgármestere a Skadárlia utca képviselőivel. Az ülésen a lakosok elégedetlenségére keresték a megoldást, akik a teherjárművek közlekedésére panaszkodnak. Az utcában ugyanis egy hulladéklerakó működik, ahova nap mint nap kamionok érkeznek. Kedden a lakók le is zárták az utcát. Maglai Jenő kijelentette, hosszú távú megoldást keres a lakosok 6 éve tartó gondjára. Január 23-án a Skadárlia utca képviselői és Szabadka polgármestere újra tárgyalnak a Városházán. Ülésezett a Kishegyesi Községi Képviselőtestület. A csütörtök délutáni ülésen a jegyzőkönyv és a képviselői kérdések mellett csupán egy téma szerepelt a napirenden. A telekrendezési illeték meghatározásáról döntöttek a tanácsnokok. Az új határozati javaslatot azért kellett meghozni, mert 2014. december végén megszavazták az új építésügyi törvényt, és ez alapján kellett meghatározni a községeknek az új telekhasználati illetéket. Hallgató Imre, a testület elnöke elmondta, ha bár rövid idejük volt az új illeték paramétereinek meghatározására, arra törekedtek, hogy az esetleges új beruházóknak vonzóvá tegyék Kishegyes község építkezésre alkalmas területeit. 75.911 dinárban határozták meg az új illetéket, ami indokolt esetben maximum 50%-kal csökkenthető. Iparkodtunk az új szabályzatot úgy összeállítani, olyan paramétereket fölállítani, hogy az a leendő beruházóknak kedvező legyen. Számításunk szerint az új paraméterek alapján a telek használati illeték megállapításával és kiszámolásakor az új beruházóknak az eddigi illetéktől valamelyest kisebb összeget kell majd fizetniük a telek használatért. Ez volt a célunk, és egyik fő célunk az, hogy ezzel is új beruházókat tudjunk ide vonzani a községünkbe. Ismeretlen tér címmel képzőművészeti kiállítás nyílt csütörtök este a Magyar Ház dísztermében, Szabadkán. Mezei Erzsébet tárlatát 2 hónapon keresztül tekinthetik meg az érdeklődők. Sokan voltak kíváncsiak a Magyar Ház tanács termének idei első tárlatára. Mezei Erzsébet most kiállított grafikái egy hidat képeznek a 90-es évek és napjaink között. Egy párhuzamot vontam a két időszak között. Tudjuk, hogy a 90-es évek elején milyen időket éltünk, és az nyilvánul meg tulajdonképpen ezeken az első ezen a cikluson, és itt pedig már egy újabb megközelítés látható a 2014-es képek között. 2010 óta már hagyományossá váltak a Magyar Ház tanács termében megtartott kiállítások. Idén további 5 tárlatot terveznek. Nagy öröm, hogy Mezei Erzsébet vállalta, hogy kiállít nálunk. Az nagyon nem mellékes, hogy milyen tartalmúak azok a kiállítások, amik bemutatásra kerülnek. Üzenetet próbálunk megfogalmazni, eljutatni a befogadókhoz. Mezei Erzsébet 1989 óta foglalkozik grafikával. Leggyakoribb kifejező eszköze a monotípia, a montázsgrafika és a hidegtű. A maximumot mutatja be, tehát itt ami elfért, az pont nagyon jó arányokban mutatja be Mezei Erzsébet munkásságát. Egy nagyon fontos alkotóról van szó, akit érdemes megismernie a közönségnek, és mindenképpen ajánlom a közönség figyelmébe. Az entai grafikus tárlatát 2 hónapon keresztül tekinthetik meg az érdeklődők a Szabadkai Magyar Ház tanács termében. Reprezentatív katalógus készült az Ácsi József születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás anyagából és az azt övező kutatómunka eredményeiből. A kiadványt csütörtökön mutatták be a Zentai Városi Múzeumban. De ez a nézőpont meg kell, hogy maradjon akkor is, hogyha
nem gépiesen szerkeztem a szép irodalmi kiadványokat. Az Ács József 100 című kiállítás anyagából készült katalógus szerzőjének célja, hogy bemutassa, milyen sokoldalú volt Ács József, és ez nem csak művészetére, hanem az egész életére vonatkozik. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a katalógus ezt a tevékenységét is be tudja mutatni, illetve hát nem csak a katalógus, hanem a kiállítás is ezt az ő sokoldalúságát célozta meg. A katalógus 5 fejezetből és több alfejezetből áll, amelyek éppen ezt a sokrétű tevékenységét hivatottak tükrözni. A műszaki szerkesztést Beszédes István vállalta magára. Azt hiszem, hogy azok kivételével, akik alaposan ismerték Ács munkásságát, nagyon sok embernek fog meglepetéseket okozni, hiszen a különböző korszakok, technikák, festőérzékenységek, gondolatvilágok megjelennek ebben a könyvben. Éppen ezért a kiadvány megjelenése a szakemberek szerint túlmutat önmagán. A ma alkotó művészeket, azokat is, akik már nem kortársként jelentkeznek, hanem mondjuk az utókor, tehát a fiatalabb művészeket is ez valamilyen módon kötelezi, kutatják, ki volt Ács József. A katalógus a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ gondozásában jelent meg, amely intézményben nagy hagyománya van a könyvkiadásnak. Szeretnénk ezekhez a tradíciókhoz, hagyományokhoz visszanyúlni, és ezeket továbbévítve, továbbfejlesztve az első állomásunk lenne az Ács József 100, amely két nyelvű kiadvány, magyar és szerb nyelven olvasható benne Krisztinának az írásai, értelmezései Ács József alkotásaival kapcsolatban. A kiadvány bemutatóján az alkotókkal folytatott beszélgetés után levetítették a Vajdasági Televízió archívumában őrzött Ács József portréfilmet is. Csütörtök este véget ért a Ludasi Kártyabajnokság. Hetesezésben, snapsliban és filkózásban is eldőlt, hogy idén kik keverték a legjobban a lapokat. Röpködtek a lapok a Ludasi Kártyabajnokságon. Filkózásban címvédés történt, ugyanis Szvitkó Attila és Gulyás József idén sem találtak legyőzőre. Hetesezésben azonban új bajnokot avattak. Első este lejátszottunk 9 partit, amiből volt egy kis nyereségünk, vagyis veszteségünk, de végül is többet nyertünk, és nagy arányban nyertük a meccseket. Végül is partnerem a Gulyás Zoltán volt, úgyhogy összeszokott, régóta játszunk egymással, és akkor ez a titka. A legnagyobb izgalmakat a snapsli hozta. Az élen pont azonosság alakult ki. A kiki mérkőzésen végül Gulyás Péter kerekedett felül. Már 7-8 éves koromban elkezdtünk kártyát, ugye a szülők is mindig kártyáztak. A taktikai kártyában nincsen kártya, az egy ördögi játék, úgyhogy ahogy jön, ha van, azért egy kicsit az ember ottan bír taktikázni, ugye, hogy tehát mivel, hogy jön ki, mikor takar, vagy valami, de hát ez szerencse, mindig azt mondom. Az idei kártyabajnokságra Kelebiáról, Hajdújárásról, Királyhalmáról és Palicsról is érkeztek a játékosok. Mondjuk aki nem játszik hetesezést, az eljön snaplizni, illetve aki nem snaplizott, az eljön filkót játszani. Van, aki szereti a páros játékot, van, aki pedig lenne szere szólóba, ugye az ő szerencsére, és nem a kollégának esetleg a hibájára. Én azt gondolom, hogy így kerek, és így szép, és ha nem így volna, akkor valószínű nem tudtuk volna már 11. alkalommal ilyen színvonalasan ezt a játékot megszervezni, tudosan. Az izgalmak végén gazdag vacsora várta a játékosokat. Az immár hagyományossá vált Ludasi Kártyabajnokságot jövőre is megszervezik. Híradónk végén egy színes hír a nagyvilágból. Egy kóbormacska egy 2 hónapos csecsemőt mentett meg a fagytaláltól Moszkvában. Az újszülöttet egy szemetes kuka melletti kartondobozban hagyták, amelyet a macska menedékként használ. A környező épületek lakosai Mássa néven szólítják az állatot, amely órákon át melegítette testével a gyermeket. A babát akkor találták meg, amikor az egyik lakos meghallotta a sírását. Az elmondása szerint a macska nem akarta egyedül hagyni a csecsemőt, egészen a mentőkocsiig kísérte. A csöpség élete nincs veszélyben, a rendőrség kutat a szülők után. Három kontinens 19 országából érkeztek női ökölvívók Szabadkára, hogy részt vegyenek a 4. világkupán. A verseny vasárnap kezdődött a helyi sétaerdei sportcsarnokban. A döntőt ma rendezték meg. Ronda. 44 és plusz 80 kg közötti kategóriában mérték össze ereiket az ökölvívó lányok Szabadkán.
A döntőben a magyarországi Balajti Bianca is ringbe szállt. A magyar ökölvívó válogatott 57 kg-os súlycsoporttal a kazasztáni lányjal versenyzett az első helyért. A nagy küzdelem után a magyar boxoló szenvedett vereséget. Az első meccsemet így sikerült megnyernem, aztán reménykedtem, hogy a másodikra is, de nem volt sok pihenőm, hiszen tegnap bonyoztam, úgyhogy egy kicsit besavasodtam, így nehéz volt feloldódni. A kazak állapám nagyon rutinos volt, sajnos ez ki is jött, és hát igazából magamnak szerettem volna teljesíteni ezzel. Egy kicsit csalódott vagyok, szerettem volna aranyérmet hazahozni. Bianca edzője elégedett a magyarok eredményeivel. 3 ezüstéremmel és 5 bronzzal térhetnek haza. A 12 lányból 8 lány életében először volt válogatott. Egy hetes felkészülésen tudtak részt venni a lányok. Tatán a központi edzőtáborban kezdtük meg a felkészülést január 5-én, és onnan a tatai táborba utaztunk ide. Szabadkán először szerveztek ifjúsági ökölvívó kupát. A 175 versenyző között akadt dominikai, kínai, indiai és kazasztáni boxoló is. Ukupno 175 takmičarki i 80 trenera i sudija. To je ukupno 260 lica koje učestvuju na četvrtom svjetskom kupu. A világkupa európai szinten a legerősebb női ökölvívó bajnokságok közé tartozik. Az érdeklődők január 12-e és 16-a között élvezhették a boxmeccseket Szabadkán. Szerdán a Belgrád-Budapest vasútvonal kapcsán tárgyalt a szerb, a magyar és a kínai fél. Aláírták az együttműködési tervet is Belgrádban. A témával kapcsolatban vendégünk Kern Imre, a Közlekedésügyi Infrastrukturális és Építésügyi Minisztérium VMSZ-es államtitkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok a nézőknek is, meg ennek is. Köszönöm. Szerdán aláírtak 2 fontos a Belgrád-Budapest vasútvonal kiépítésére vonatkozó dokumentumot. Mit tartalmaz a megállapodás? Szerintem nagyon nagy lépést tettünk a projektum megvalósítása irányában, azért mert a decemberben a kínai és közép-kelet-európai országok csúcsértekezletén aláírt egyezmény az azt tartalmazta, hogy a június végéig kell meghatározni a hatástanulmány kidolgozásának a tervfeladatát, viszont most abban állapodtunk meg, hogy ez a munka gyakorlatilag rögtön indul, javadva már el is indult a napokban, és meghatároztuk azt, hogy a szerb és a magyar fél köteles április 15-éig leszállítani a kínai félnek a hatástanulmány az országára eső részét, és a kínai fél pedig június 30-áig köteles az egész hatástanulmányt összerakni. Az, ami fontos még, hogy meghatározásra került az is, hogy párhuzamosan ezekkel a munkákkal elkezdjük az ötletterv kidolgozását is, aminek alapján gyakorlatilag elkészülhet majd az év végéig az engedélyezési építési terv, utána pedig el is kezdődhetnek a munkálatok. Abban állapodtunk meg még ezekben a dokumentumokban, mint ahogy az előbb már célzottan is mondtam, gyakorlatilag az év végén kellene kezdődni a munkálatoknak, és 2 év alatt be kell fejezni a munkálatokat. Mik lesznek a következő lépések akkor, mikorra valósulhat meg ez a beruházás? Hát igen, nagyon fontos az, hogy ezzel a lépéssel tulajdonképpen még egy fontos dolgot is meghatároztunk, az pedig a pénzügyi rendszernek a kidolgozása. Meglehetősen komoly fenntartásai voltak a szerb félnek, jobbantva nekünk az irányba, hogy ne határozzuk meg most, hogy milyen feltételek mellett legyen pénzelve ez a projektum, viszont a magyar fél és a kínai fél követelésére ez bekerült a protokollba, és azt tartalmazza, hogy párhuzamosan a műszaki résszel ki kell dolgozni a pénzelési részt, és június végéig erről is megállapodást kell előterjeszteni a kormányoknak. A harmadik, ami nagyon fontos, hogy meghatároztuk, hogy július közepén, illetve július elején, tehát még a nyári szabadságok előtt
megtartjuk a következő hármas koordinációs értekezletet. Ez volt a második, az első tavaly júniusban volt, tehát júliusban megtartjuk a harmadik értekezletet, amelyen elfogadásra kerül a megvalósíthatósági hatástanulmány, a kivitelezésnek a célkitűzései, valamint hogy milyen eszközökből és hogyan lesz pénzelve az egész projektum. Gazdasági szempontból mit jelent ez a vajdasági magyarságnak? Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, nem azért fontos tulajdonképpen ez a vasútvonal csak, mert nagyon gyorsan el tudunk majd érni Budapestre vagy Belgrádba, Újvidékre, vagy akár a helyi járatú vonatok is, mint például Szabadka-Topolya, Szabadka-Kishegyes, Verbász, Újvidék is sokkal gyorsabbak lesznek, mint eddig voltak. De az igazi gazdasági lényeg ennek a projektumnak az, hogy nagyon nagy mennyiségű árut remélünk szállítani majd ezen az új vasútvonalon, mert a kínai fél, mint ahogy már többször elhangzott, megvásárolta a Pireusi kikötőt, a Szaloniki kikötőben is komoly beruházásokat kezdett, és gyakorlatilag ezt azzal a céllal teszi, hogy a Szuezi csatornán keresztül a legrövidebb hajó úton jusson el az áru Európába, tehát a két görög kikötőből pedig ezen a vasútvonalon kerül majd az áru Budapestre, Budapesten keresztül pedig Nyugat, Közép vagy Kelet-Európa felé. Mekkora árumennyiségre számítanak, illetve mekkora összegre, hát ezt még összegre. Nem tudjuk jelen pillanatban, ez kell, hogy meghatározza a megvalósíthatósági hatástanulmány. Mindenesetre többszörösére a jelen pillanatban lebonyolódó forgalom többszörösét reméljük, mint ahogy említettem, főleg a kínai áru szállításából a görög kikötőből Európába, de ugyanúgy a kínai fél kifejezte, jobban a kínai miniszterelnök annak idején Belgrádban egy hónappal ezelőtt elmondta, hogy ők arra is számítanak, hogy komoly mennyiségű árut importálnak majd a mi vidékünkről is. Hát én úgy gondolom, hogy vannak olyan termékeink itt, mezőgazdasági vagy más termékünk is, amik megjelenhetnek a kínai piacon. Én azt hiszem, hogy ez a vasútvonal nagyon fontos a szabadkai ipari övezetben már működő, vagy véleményünk szerint tovább bővülő kapacitások szempontjából is, hiszen egy gyors vasúti szállítás sokkal kedvezőbb, mint a teherautó, illetve a közúti szállítás. Jelen pillanatban a közúti szállítás az túlnyomó részét foglalja el a záruszállítást a két országunk, Magyarország és Szerbia között, de ez át kellene, hogy kerüljön rövidesen, jobban, amikor jó lesz a vasúti közlekedés, gyors és hatékony, akkor ezek átkörül. Szerint csökkenti majd a közúti forgalmat, tehát kevesebb teherautó lesz? Reményeink szerint kevesebb teherautó lesz, meg nem lesznek ezek a borzasztó várakozások a határon. Visszatérve, én azt hiszem, hogy indirekt és direkt haszna is lesz a vajdasági magyarságnak ebből a projektumból, hiszen munkahelyek is teremtődnek, főleg magas szakképesítésű emberek fognak ezeken a vonalakon dolgozni, hiszen ez gyakorlatilag egy nagyon fejlett technológiával lesz kiépítve. Új nagysebességet lehetővé tevő vasúti pálya, ugye modern szerelvényeket is igényel. Az új vonatok beszerzése is biztosítva lesz majd? Igen, természetesen ez a projektum tartalmazza nem csak a vasúti pálya, illetve az irányítási rendszer és működtetési rendszer kiépítését, hanem a vasúti szerelvények, főleg a személyszállításra, illetve a mozdonyok beszerzését az áruszállításra. Tehát ezt is tartalmazza ez a csomag. De hát a részleteket azt majd júniusban tudjuk elmondani. Viszont én azt szeretném elmondani, hogy ezek a megbeszélések alatt más dokumentumokról is tárgyaltunk, és hát az is világos, hogy már ebben a hónapban megérkeznek a kínai szakemberek, akik a pályát fogják vizsgálni, akik meghatározzák, hogy a szerb, illetve a magyar félnek hol kell különféle kivizsgálásokat, talajmintákat, talajterhelőségi mintákat venni. Tehát ez egy nagyon előre haladott
állapotba került ezzel a heti megbeszéléssel. Azt is el szeretném mondani, hogy ezek elég kemény tárgyalások, hiszen két nap alatt körülbelül 12 órát tárgyaltunk. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Már csak alig 200-an élnek egyházas kéren. Újra bajban van Szerbiában az, aki svájci frank alapú hitelt vett fel. 35 ezer tonna rossz minőségű húst importáltak Szerbiába 2014-ben. Képzőművészeti kiállítás nyílt csütörtök este a Magyar Ház dísztermében. Köszönöm a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, a pannonrtv.com-ra. Nézzék továbbra is a Pannon televíziót, vagy hallgassák a Pannon rádiót a 91.5-ön. További szép estét kívánok!